Ha a hitünk felületes és az otthonunk gyenge, céltalanná válik az életünk, a mi feladatunk az, hogy visszaadjuk ezt a hitet. Így fogalmazott nemrégiben műsorunk mai vendége, akit hitről, ősi értékekről és a jelenkori Európa kihívásairól is kérdezünk. Jó estét kívánok, Sipos Szilvia vagyok. A ma esti ez itt a kérdésben Köves Slomóval, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabiával beszélgetek, de előtte nézzünk meg egy rövid névjegyet róla. Köves Lomó 1979-ben Budapesten született. Az egységes magyarországi izraelita hitközség a Magyarországon bejegyzett három zsidó egyház egyikének vezető rabbia. 2012-től a Magyar Honvédség tábori főrabja. 2001-ben házasodott, feleségével Dvora Leával öt gyermekük van. Vallási tanulmányait a világ legnevesebb jesiváiban folytatta, majd a Debreceni Egyetem történelem szakán szerzett PHD fokozatot magyar zsidó történelem témában. Diszertációja 2009-ben könyvformában is megjelent, zsidó szakadás Hamburgtól Nagy Mihályik címmel. 2003-ban részvételével alakult meg a Zsidó Tudományok Szabad Egyeteme, mely informális zsidó felnőtt oktatást végez. A 2000-es évek elejétől fontos hangadója a holokauszt identitástól történő elszakadásnak és a pozitív zsidó identitás újraépítésének, vagyis annak, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem mellett a zsidóság megélésében megjelenjen a teljes vallási és kulturális dimenzió is kezdeményezésére 2010-ben széleskörű összefogással és támogatással újra megnyílt Budapest legrégebbi zsinagógája, az Óbudai zsinagóga, melynek azóta is rabbia. 2011-ben a vezető rabbi munkájának is köszönhető, hogy megkezdhette működését az első héber magyar két bölcsöde, óvoda és iskola. 2012-ben kezdeményezésére zsidó közösségi összefogással megalakult a Tett és Védelem Alapítvány. Köszöntöm a stúdióban, és rögtön még egy idézet öntől. A fiatalok nemzedéke elvesztette a hitét abban, hogy a saját lehetőségeit egykor megteremtő értékeket érdemes a következő generációk számára tovább örökíteni. Úgy is kérdezhetném, hogy pontosan mire gondol, de nekem az a kulcs, hogy a saját lehetőségeit egykor megteremtő értékeit, most valami olyan folyamatra gondol, ami éppen, hogy beszűkíti ezeket a saját lehetőségeket? Hát ugye egy vallási vezetőként, és köszönöm szépen a, a meghívást a műsorba, Egy vallási vezetőként mindig az a, a központi kérdés, hogy hogyan lehet a saját lehetőségeinket, vagy a lehetőségeket az egyéni, az egyedi lehetőségeket, az egyéni egyedi identitás választást a determinált értékekkel, a tradícióval, a ránk örökített sok száz vagy sok ezer éven keresztül ránk örökített vallási, vagy nemzeti, vagy közösségi tradíciókkal összehozni, és azt felmutatni, azt megmutatni a következő nemzedéknek is, hogy a tradíció követése, a tradíció tisztelete, eleve a, 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 a determinált értékeknek a tisztelete és megélése, az nem áll szemben a, a személyes identitás választással, Uh, hanem egy erős bázis tud uh, annak adni. Szóval um, én azt látom, azt gondolom, hogy a, 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 a személyes identitás identitásválasztás borzasztó fontos, a személyes um, cselekvés, a személyes um, eredmények, a személyes útválasztás, ez mind nagyon fontos dolgok, de hogyha kint vagyok a tenger közepén egy, 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 egy kis kenuban, uh, és még viszont egy iránytű sincs, ami uh -huh. irányítson, akkor nem szabadnak fogom érezni magamat, hanem ha hanem pont, pont, pontosan a rabjának érzem. A nagy szabadság az pontosan rabjává tesz. A probléma nem azzal van, hogy, hogy a, a tengeren szeretném én eldönteni, hogy melyik irányba menjek, hanem azzal van, hogyha azt se tudom, hogy merre van észak, kelet, nyugat, dél, sőt lehet, hogy még azt se tudom, hogy vannak égtájak. És az szerintem a feladatunk mindazoknak, akik hisznek, hisznek Istenben, hisznek bizonyos előre elrendelt értékekben, nem gondolják azt, hogy az értékek is mindig csak a szabad választás kérdései. Nekünk az a feladatunk, hogy legalább ezt az iránytűt odaadjuk, és azt mondjuk, hogy igen, válasszád a saját utadat de tudjad, hogy, 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 mik azok a bázispontok, amihez képest választasz. Egyébként ugye ez azért is érdekes pont öntől, mert az ön életútja is ebből a szempontból egy különös példa. Ugye természetesen a, a családjában régre, tehát a szülei felmenőire visszamenőleg abszolút voltak olyanok, akik ugye a, a, a tradíció, tradíciókban hittek, aztán ugye ön meg már választotta azt, hogy, hogy ezt a, erre a pályára lépjen, méghozzá 13 éves korában emlékszik arra a pillanatra, amikor tudatosult ez, hogy én zsidó vagyok, és a zsidó hagyományokat meg akarom ismerni, Ezt az egész, ezzel az egésszer kell kezdenem valami többet annál, hogy csak tudom, hogy zsidó vagyok? E, igen. E, abszolút emlékszem, és hogy ahhoz, hogy a kedves nézők értsék, hogy tulajdonképpen mi is ez a háttér, ahonnan én jövök, ez tulajdonképpen a leg... ma azt lehet mondani, talán szomorú ezt mondani, de ez a valóság a legjellemzőbb egy budapesti zsidó család történetében, hogy nagyjából az én nagyszüleim korosztálya valamikor a, a második világháború előtt, és aztán a második világháborúval végérvényesen az a, akkor szerzett tapasztalatokból úgy döntöttek, hogy ők szakítanak a zsidósággal, szakítanak a zsidó hagyományjal, olyannyira, hogy a szüleim már nem is tudták, hogy zsidók, egészen tizenéves korukig, és tulajdonképpen véletlenszerűen tudták meg mind a ketten. És én pedig ugye a mi generációnk, amelyik valamikor a rendszerváltás környéken tér tudatához és szocializálódott, az pedig egy olyan légüres vákumba született bele, ahol, ahol tulajdonképpen azon túl, hogy azt mindig tudtam, hogy zsidó származású vagyok, hogy ez mit jelent, és azt is ugye tudtam valamilyen hogy ez kapcsolódik valamifajta szenvedéstörténet ugye a, a holokauszttal, de hogy, hogy mi az a mély kultúra, szellemi örökség, ami, amitől ez a dolog akár nekem is adhat valamit, ezt nem tudtam, és az, ehhez való, az ebben való elmélyedés és kutatás volt az, ami mondjuk hát a koromhoz képest viszonylag korán, 11-12-13-es koromban elindított azon az úton. Nem feltétlenül rögtön, hogy rabbi legyek, de hogy elkezdjek a saját gyökereimmel foglalkozni, és, és valamilyen módon választ találni azokra a kérdésekre, amelyek amúgy engem a zsidóságomtól függetlenül foglalkoztattak. Létkérdések, az élet kérdései, mi a célja a létezésnek, Ugye a kulcs, az, ott van, hogy azt mondja, hogy ez egy nagyon tipikus történet, és nyilván az önnel egykorú zsidókra ez, ez nagyon jellemző történet, de akkor hogyan lehet vonzóvá tenni, a mondjuk úgy, vagy fogalmazzunk úgy, de ezzel biztos, vagy lehet, hogy van, aki érintett, és nem értene egyet, de hogy az identitását, vagy identitásukat vesztett zsidókat számára vonzóvá tenni ezeket a tradíciókat, vonzóvá tenni a tradíciók általi megélést is. Én ezt kicsit kinyitnám, és azt mondom, hogy ez tulajdonképpen nem csak a zsidókra és a zsidóságra jellemző, mert valahol az a fajta lepusztítása a tradicionális értékeknek, amelyeknek a zsidók is áldozatává estek, az azért az egész társadalmat, hogy mondjam hasonló helyzetbe hozta, a többségi társadalmat is. Például mondjuk a, a család szerepére gondol, vagy, vagy, vagy milyen konkrét értékekre gondol? Hát arra el, gondolok, hogy ugye a, 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 a szocializmus éveiben azok a fajta hagyományos közösségek, közösségi formák, azoknak a tradicionális mondjuk vallási értékeknek a megélése, ami korábban adott egyfajta keretet, egyfajta bázist, azok ugye attól ki az attól ki lettek üritve a mindennapok, és az ide való visszatalálás az mindenki számára egy feladat, nem csak a zsidók számára. A zsidóknál ehhez még hozzájön még valami, hogy a zsidóság maga az egy rémtörténet. Nagyon sok zsidó számára, mert mi kapcsolódik hozzá? A csak holokosz, a szenvedés, az és a holokauszt, és az antiszemitizmus. És ugye a nagyszüleink korosztálya, akik megélték ezeket a borzalmakat, azt az utat választották nagyon sok esetben, hogy teljesen tabosítottak mindent. És azt is tudjuk, hogy pszichológiailag hogy amikor valamit tabusítunk, akkor az még borzasztóbbá és még félelmetesebbé válik, és ezért egy zsidó fiatal számára kétszeres a kihívás, mert egyszerre van egy olyan feladat, ami azt gondolom, hogy mindenki számára feladat valamilyen módon megtalálni a kapcsolatot a múlttal és a, ezekkel a hagyományos értékekkel, és van egy, 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 egy többlet akadály, egy plusz akadály, ami a zsidósághoz való viszonyátban ö, ö, akadályozhatja az, hogy, hogy tart ettől, mert az van valahogy tudatosan vagy tudatalat, és aztán a mindennapokban is súlykolva, hogy a zsidóság az egy szenvedés történet, az egy, az, egy, az, egy, az egy sors közösség, és akkor itt megvan a válasz a kérdésre, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni. Első körben azzal lehet vonzóvá tenni, hogyha azt megmutatjuk, hogy a zsidóság, zsidóság megélése, a közösségi lét, az, egy pozit, az emberi mindennapok számára egy borzasztó pozitív tapasztalat és nagyon pozit, nagy pozitív élmény. önmagában a közösségi lét oldaláról ezt megfogni olyan programokkal, olyan gyerekprogramokkal, olyan közösségi programokkal, oktatási programokkal, amelyben mindenki azt látja, hogy ezek hogy, hogy ide tartozni, a zsidó közösséghez tartozni, ez egy pozitív élmény. Többek között erről szólt egyébként a zsidónak lenni jó kampány is, és innen folytatjuk a beszélgetést, de előbb másról lesz szó. A Biblia teljes antikultúrával egyetemben eredője annak a kiterjedt hagyományrendszernek, amelyre saját európai és ezen belül magyar identitásunkat a mai napig építeni tudjuk, fogalmazott egy helyütt köveslomó. A következő bejátszásban fiataloknak szóló előadást tart Pészák az az a rendészakájáról. Egészen addig, amíg a Jeruzsálemi szentély még állt Izraelben, addig két áldozatot, két ünnepi állatot is hoztak a Jeruzsálemi szentélyben. És erre emlékszünk, emlékezünk az megégetett sírkenyakkal és a főtt tojással. Meg tudod mondani nekem esetleg, Muszi, hogy miért van a kumpli? Mert az a kárpászra van, amikor belemártuk a, a sós vízbe, és a, az is arra van, hogy emlékezzünk a zsidók nehezságát. Keserűségére. Nagyon jó van még egy célja a krumplinak, egy nagyon egyszerű célja, hogyha már annyi minden dolog van, ami olyan különlegesség, akkor még valamit hozzátettek a bölcsénk, hogy ezzel is fölhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy milyen különleges a mai est. Mert bizony, a mai esnek a főszereplői azok ti vagytok gyerekek, hiszen ti vagytok azok, akik tovább viszitek a szédet és tovább viszitek a zsidó hagyományokat. Nagyon mosolygott, mikor meglátta ezt a felvételt, nem egy mai felvétel, eszébe jutottak bizonyos emlékek? Hogy persze, mi? persze. Egyrészt ott a nagyfiam, akivel épp tegnap voltam a Párizsban az iskolájában, most már 17 éves, és ott a feleségem ölében ül. Hát és hát ez önmagában szép, hogy az, az ember azt látja, hogy egy ilyen ünnep, mint a Pészák. Most eltelt azóta 15 év, de a, a, a népünk történelmében ez 3000 éve egy mindig egy visszatérő biztos pont, ahol a család mindig találkozik, és, és újra és újra megéljük azokat a fontos dolgokat, amelyekről maga az ünnep szól, és, de nem csak az ünnep, hanem a mindennapi létünk is. Még egy kicsit maradjunk ennél a, a gondolatnál. Ugye a hagyományok nagyon fontosak, beszélünk a megélésükről, de szintén visszatérve ahhoz, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni. Az ilyenfajta identitás újra megtalálását. Ugye vannak olyanok, akiknek sok-sok egyéb hagyomány, ami a zsidó vallásban létezik, vagy fontos tradíció, szabályok, amiket be kell, be kell tartani, az esetleg hát eredetentő erővel bírhat. Ezekről mit gondol, hogy ezt hogyan lehet vonzóvá tenni, a szabályok követését hogyan lehet vonzóvá tenni? És hogy miért jó követni ezeket a szabályokat? Mit ad ez nekünk? Ugye a szabályok követését érdemes onnan megközelíteni, nem a szabályoktól megközelíteni, mint egy egy, egy, egy külsőleg ránk erőszakolt valamilyen szabályrendszerről, hanem valami, ami belülről jön, és amit tulajdonképpen mi magunk belülről kívánunk meg, mint egy olyan keretrendszer, ami dolgoknak rendet és keretet teremt. Tehát amikor a gyerekeinket például arra neveljük, hogy mondjuk vegyünk egy, egy olyan értéket, ami vallásoktól független, hogy legyünk tiszták. Itt is vannak szabályok, hogy mondjuk először lemossuk magunkat vízzel, utána azuk magunkat, és nem fordítva, hogy naponta mondjuk kétszer-háromszor fogatmosunk. Ezeket is lehet úgy egy külső szám, egy, mondjuk egy marslakó tekinteti úgy, hogy ezek milyen félelmetes szabályok. De amikor a mindennapi megélés részei ezek, és amikor megértetjük és, és, megéljük azt, hogy milyen jó dolog tisztának lenni, akkor ezek a szabályok már nem szabályok, hanem a, ennek a fontos értéknek a, a keretrendszere. Uh, és a zsidóság azoknak az embereknek, akik, akik nem ebben nevelkedtek, mint például jó magam, a zsidóság tanítása az soha nem a szabályokkal kezdődik, vagy nem a szabályokon van a hangsúly, hanem azokon a az értékeken, azokon a tanításokon, mint amikor valakinek el meg akarjuk mutatni, hogy milyen jó dolog tisztának, tisztának lenni, ugye most ezt a metaforát használva, hasonlóan megmutatjuk azt, hogy milyen jó dolog például a szombat. A szombat megtartásához, a sábát vallásos módon való megtartásához nagyon sok szabály kötődik, nem szabad utazni, nem szabad tüzet gyújtani, nem szabad elektromos eszközöket használni, és az ember azt mondja, hogy micsoda primitív dolog a XXI. században, hogy nem lehet telefonálni például a szombaton. De amikor valaki megérti, hogy a szombatnak a lényege az éve Óta az, hogy kivonjuk magunkat az alkotó világba, és végre tudjunk egymásra, meg saját magunkra figyelni, és nem mindig valami mással, valami másnak az alkotásával legyünk elfoglalva, akkor ez szinte magától jön. Különösen a mai világban, amikor tényleg annyira sok inger vesz minket körül, ahogy amikor nincs inger, akkor is ott van a zsebünkben, és csak elő kell rántani azt a sok ingert, akkor egyszer csak az ember megérzi, hogy milyen jó dolog kivonni magam ebből az alkotó világba, és azokkal az emberekre tényleg odafigyelni, akik, akik a legkedvesebbek a számra. Nemrég olvastam, hogy van egy étterem Los Angelesben, ahol dupla adagot adnak annak a családnak, akik nem telefonálnak az étkezés közben. Nálunk ez egy évezredes hagyomány, mert nem tudunk, ma a telefon, tegnap előtt a főzés, azelőtt meg a tűzrakás volt. Kell, hogy legyen az ember életében egy nap, amikor tud a szeretteivel, a családjával, a közösségével, Istennel, a saját lelkével foglalkozni, és ehhez kell egy szabályrendszer, mert különben mindig csak tologatni fogjuk a szabályokat, mindig az éppen aktuális helyzethez fogjuk mérni, így viszont biztosak lehetünk benne, hogy visszatérően minden héten lesz egy. 24 óra, amikor így fogunk eljárni. Azért, hogyha most egy kicsit kitágítjuk a horizontot, és kitekintünk Európára, akkor ezek a biztos pontok, amiket most említett, tágabb értelemben mondjuk a hit, mint biztos pont, és nem csak a zsidóvallásra gondolok, hanem bármilyen hitre, azért azt lehet látni, hogy hogy megrendülnek ezek a, ezek a hagyományos más másfajta világkép ö, került előtérbe. Egyébként ön úgy fogalmazott, ö, hogy az a fajta rend, az a fajta erkölcsi rend, ami arra épít, amelynek az az alaptézise, ö, kimondatlanul is, hogy a, a jó lét, az, az megdőlt. Így fogalmazott egy, egy korábbi interjúban, már pedig közben azért ez az alaptézis került előtérbe. Van remény, hogy ez változhat a közeljövőben, vagy ez egy természetes folyamat is, aminek természetes a megoldása is, vagy szóval hogyan gondolkodik erről? É, hát nagyon hosszal lehetne erről beszélni, de, de, és lehet, hogy nagyon szersőséges lesz ez, amit mondok, de én azt gondolom, hogy, hogy kell, hogy legyen remény arra, hogy ez, ez, ez változzon. Mert ha nem, akkor egy olyan közeg, egy olyan közösség, egy olyan ember, egy olyan társadalom, ahol a jólét az egyetlen, Ö, fenntartója a, a létezésnek. Az az egyetlen dolog, ami a létezésnek értelmet ad, az nincs miért tovább létezzen, az, az önmagát fogja ö, egy bizonyos ponton felemészteni. Úgyhogy, ha a jólét az egyetlen közös érték, akkor a jó lét a, a kényelem, az akkor ez egy, egy, egy bizonyos ponton túl egy olyan egocentrikus lété változik, hogy például az, hogy legyenek gyerekeink, vagy legyen családunk, vagy elköteleződjünk a, a szerelmünk irányába, és összeházasodjunk, az olyan áldozatokat kíván tőlem, amit a közvetlen jólét nem diktál. Nincs miért? Nem véletlen, hogy én a Norvégiában 30% a, a háztartásoknak egyedüli emberekből áll. Ugye, egyszerűen magunkra maradunk, mert ha, mert ha jó, a jólétnek a lényege az ego, a jólétnek a lényege, ami nagyon fontos dolog amúgy, de annak is határokat kell szabni, a jólétnek a lényege az a saját a saját, saját egocentrizmusunk, ami aztán saját magát megeszi és, és, és feleszi. Tehát, ha nem fogunk erre megoldást találni, akkor biztos, hogy meg fogunk, ilyen, ilyen értemben meg fogunk szűnni. Úgyhogy kell, hogy erre hogy ebből kitörést álljunk, és én azt gondolom, hogy mi korábban sok ezer éven keresztül az ember számára a, az örökkévaló felé, az Isten felé, a felfoghatatlan felé, éppen a, a hiány, a szükség vezetett, hiszen a mindennapi megélhetés és a mindennapi lét nehézségei fordították a szemét az ég felé. Ma éppen ott tartunk, hogy a jó lét az, amitől az ember elkezd azon gondolkodni, jó-jó, mindenem megvan, de tulajdonképpen miért is? Mi, mire, mire, vala, mire, mire jó ez az egész? Mire, mire kell ez a lét? Um, és például egyik kollégájával beszélgettünk kint, még a műsorra készültünk a depresszióról. Ja, azt hogy a depresszió... Volt is szó olyan, igen, nem azt nem mesélte, elő. hogy a depresszió műsor volt. A de, az, hogy, hogy nagyon sok boldogtalan ember van egy olyan társadalomban, ami alapvetően egy jóléti társadalom, és azt, azt diktálná, hogy uh -huh. jól kell, hogy éljünk, és ezernyi szociológiai, pszichológiai vizsgálat bizonyítja, hogy a jóléti társadalomban nem több a boldog ember, mint a, a harmadik ö, világbeli társadalmakban. Uh -huh. Ennek szerintem részben az az oka, hogy a boldogság, az nem csak, annak csak egy nagyon kis része múlik az objektív jóléte, hogy van-e mit ennem vagy innom, egy bizonyos ponton túl azon múlik, hogy kapok-e visszajelzést, uh -huh. hogy van-e van -e miért léteznem, kapok-e visszajelzést mondjuk a családomtól, a barátaimtól, a közösségemtől, és így végső ponton pedig kapok-e visszajelzést magára a létre, ha van Isten, és a lét az nem egy véletlen miatt jött létre, akkor van miért léteznem, az önmagában egy visszajelzés. Ha nincs, akkor mindenki örül, akkor, akkor egy bizonyos ponton túl a létezés értelmetlen, akkor még akkor ha a legnagyobb jó létben vagyok, az, az ejt a leginkább rapjává. Sokan azt mondják, vagy van néhány olyan vélemény is, hogy a, az iszlám és az iszlámnak a terjedése egyfajta görbetükör is lehet Európa számára, hogy szembenézzünk ezekkel a fajta értékválságokkal erről, mit gondol? biztos, hogy nagyon tanulságos, mert egy aszimmetrikus helyzetet teremt, amikor, amikor van egy olyan Európa, amelyiknek egy nagyon nagy része kiürült a hagyományos, mondjuk nevezzük így, zsidó-keresztény értékektől, és megjelenik egy olyan közösség, amelyik viszont egy nagyon um, um, determinált értékeken alapítja, realapítja a saját világát, most attól függetlenül, hogy mit gondolok ezekről az értékekről, akkor ez egy aszimmetrikus helyzetet teremt, és nem véletlen az sem, hogy hogy a nyugati társadalmakban nagyon sok az, az iszlám hitre áttérő is, mert van egyfajta vákum, amiben, ami, ami amiben ez, ez megteremtődik. Tehát azt szerintem mindenképp fontos, hogy európai is, és minden közösség, legyen ez keresztény, zsidó, vagy akár muszlim közösség, az próbálja meg visszakeresni, és, és visszatalálni azokhoz az értékekhez, azokhoz a, 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 az örök értékekhez, amelyek, tehát azért mégsem volt olyan szerencsés dolog egy 150-200 évvel ezelőtt elkezdeni kidobni a, az ablakon. Még nagyon sok mindent kell megbeszélnünk, úgyhogy innen folytatjuk. Na most arról, hogy a tervek szerint Magyarországi Holokauszt 75. évfordulóján idén nyitotta volna meg kapuita a Sorsokháza. A Sorsokházát a kormánya Köves Lomó vezető rabbi által irányított egységes Magyarországi-Izraelita Hitkösséggel és a Schmidt-Mária által vezetett Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közölapítványjal együttműködve alakítja ki. A következő összefoglaló erről szól. Így néz ki a Sorsok házának bejárata. A magasban a zsidó vallási jelképe a hatágú csillag, amelyet a holokauszt borzalmaira emlékeztető marhavagon formájú építmények fognak közre. A múzeum épülete 2015-ben készült el, és minden pontja a vasúti pályaudvarokat idéző kövek és a rozsdával borított falak a zsidóság elhurcolására emlékeztetnek. A Józsefvárosi pályaudvaron kialakított múzeum tulajdonosa és működtetője a zsidó közösség lesz, Európában egyedülálló módon. Az egységes magyarországi izraelita hitközség vezető rabia arról beszélt, hogy a fiatalok érdektelenek a téma iránt, ezért minden középiskolásnak el kell jutnia az emlékhelyre. Köves Lomó szerint itt az ideje, hogy az emberek másképp beszéljenek a holokausztról, úgy, hogy az valóban az érzelmekre hasson. A házában készülő tárlat a gyermekáldozatok és túlélők szemszögéből mutatja majd be a holokauszt kegyetlenségeit. Ugye először is az aktualitásokról kell beszélni, tehát ugye a legutolsó sajtóhír az arról szólt, hogy Orbán Viktor és Benjamin Netanyahu abban állapodtak meg, hogy új tervek készülnek majd a Sorsokházáról, és majd ez alapján valósulhat meg ez a projekt. Mi ezzel a helyzet, és ön mit tud ezekről a tervekről? Ugye a ja, valóban a tervek megújításán dolgozunk az elmúlt két-három hónapban, Ebben bevontunk egy pár hazai és külföldi nemzetközi öm, öm, szakértőt is. Milyen ez irányba mozdul, folyamat, bocsánat, ez alapján a koncepció? a koncepció alaptézisei nem változtak. Tehát az, hogy, hogy ez egy olyan holokausz múzeum legyen, ahol a gyerekáldozatok vannak a középpontban, és a gyerekáldozatok történetei kiemelt helyet kapjanak, egy olyan holokausz múzeum legyen, ahol nagyon nagy hangsúly van az oktatáson, és elsősorban a fiataloknak a magyar fiataloknak, gimnazistáknak, középiskolásoknak szóljon. Egy olyan holokauszt múzeum legyen, amelyik különös hangsúlyt tesz arra, hogy érzelmileg is megérintse a látogatót, és ne egy enciklopédia legyen a falon, hanem felkeltse az érdeklődést, és, és egyáltalán elinduljon majd a látogató ezek után egy olyan irányba, hogy elkezdjen gondolkodni azokon a erkölcsi, morális üzeneteken, vagy tanulságokon, amelyeket ebből a borzasztó történetből le lehet vonni. Tehát ezek az alaptézisek nem változtak. Mi változott akkor? Én azt gondolom, hogy inkább azt lehet mondani, hogy, hogy gazdagítva lett vagy lesz ez a, ez a, ez a történet. Milyen Olyan? irányban? Mert ugye a legnagyobb vád ezzel a projekttel kapcsolatban az, hogy bizonyos értelemben reaktivizálja a, a magyarok és a magyar állam az akkori magyar kormányzat felelősségét a, a holokauszban. Mi ezzel a helyzet? Én ezeknek a vádaknak nem láttam az alapját a korábbi tervekben sem tehát amik vádak elhangoztak, és ami koncepciót, mondjuk 20-30 ban kész koncepciót, amit én láttam, a korábbi koncepciót én nem láttam ennek nyomát, és nem, nem láttam, hogy ilyen tendencia, hogy ilyen célkütűzés lett volna. Az egy másik kérdés, hogy, hogy, hogy nagyon fontos dolog az, hogy egy, a holokauszt történetek elbeszélése, az hiteles legyen, és a teljes történetet egy kontextusban helyezve mutassa be, hiszen a nem csak egyszer csak leesett az égből, hanem, hanem voltak előzményei, ez is be legyen mutatva, de minden mellett az emberi történet is legyen megmutatva, az az emberi történet, amiben... Például a zsidó közösség tagjai nem csak áldozatok voltak, mint bárányok, akiket vezetnek a vágóhidra, hanem megpróbáltak aktívan is tenni a saját emberi méltóságuk, a saját megmaradásuk érdekében. És ennek számtalan olyan példája van, amelyet kár lenne elmulasztani egy holokauszt múzeum bemutatásának a, a során. Tehát én azt mondom, hogy ezek az alapértékek, ezek, ezek megmaradtak itt a koncepciónak a részletesebb kidolgozása és megújítása ami egy olyan hosszú folyamat, ami szerintem azért még egy jó ideig el fog tartani, ezért sem gondolom és nem valószínű, hogy ez 2019-ben e, megnyílna, és az is persze nagyon fontos, hogy hogy megpróbáljunk egyfajta hidat képezni, és és minél in, e, nagyobb inkluzivitással e, e, kidolgozni és megnyitni ezt a Holocaust Múzeumot, hogy mindenki sajátjának érezze ezt a történetet, mind a zsidó közösség, mind a hazai, mind a külföldi zsidó közösség, mind a többségi társadalom minden egyes tagja, minden egyházzal egy bizonyos ponton el, jó lesz majd elkezdeni ö, egyeztetni, de ez azért egy, egy lassú folyamat. Holokausz múzeumokat különben általában nagyon hosszú ideig tartani, amíg meg szoktak nyitni. Ezzel párhuzamos történet, hogy az ön javaslatára elindult egy nagyon fontos kezdeményezés, illetve most már ez meg is valósult egy ugye brüsszeli székhelyel, egy olyan európai antiszemitizmus monitorozó ö, szervezetről van szó, amely időről időre jelentéseket fog megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy az egyes országokban milyen nagy az antiszemitizmus. Ugye egy magyarországi szervezet mintájára jön létre tulajdonképpen ez a, ez a szervezet. Magyarországon most az eddigiek ismeretében és ezeknek a jelentéseknek az ismeretében ön mit gondol, hogy mekkora az antiszemitizmus? Milyen mértékű és milyen jellegű? Mert hogy a magyarországi vagy az európai antiszemitizmus nem biztos, hogy egyforma vagy egyforma alapokon nyugszik ebben a pillanatban. Igen, inkább a jellegéről lehet beszélni, mint a méretéről. Az antiszemitizmus nem nehéz normatív módon mérni. Lehet antiszemita incidenseket mérni, lehet antiszemita attitűdöket, mondjuk közbejelmű kutatásokkal mérni, és ezek ezeknek a, a bázisa, vagy mondjuk a politikai bázisa, vagy a gyakorlati bázisa, az, az nagyon különböző lehet Európában. Valóban azt látjuk, hogy Magyarországon és általában Közép-Kelet-Európában egy másfajta antiszemitizmus van, mint mondjuk Nyugat-Európában. Itt alapvetően három bázisa van az antiszemitizmusnak Európában, ugye van egy tradicionális szélsőjobboldali antiszemitizmus, van egy szélső baloldali antiszemitizmus, és van a iszlamista erőszakos antiszemitizmus. Magyarországon inkább a szélsőjobboldali antiszemitizmus. Tulajdonképpen azt látom, hogy kizárólag a szélső oldali antiszemitizmus a jellemző, ugyanúgy, mint más kelet-európai országokban. Nyugat-európában lényegesen hang, nagyobb hangsúlyt kap az iszlamista, erőszakos antiszemitizmus, aminek okán nagyon sok a, sajnos az, az erőszakos incidens is, és ez lassan összefor egy baloldali, szélső baloldali neomarxista antiszemitizmussal összeír a kettő, ami még veszélyesebbé teszi. Csak nagyon röviden, mert nagyon kevés időnk van, de erről biztos, hogy sokat kellene még beszélgetni. Mit vár ettől a, a szervezettől? Mi változik majd általa? Ugyanazt várom, és ugyanazt várjuk, mint Magyarországon vártunk 6-7 évvel ezelőtt, amikor elindítottuk a tettésvédelem alapítványt. Ugye ahhoz, hogy cselekedni, egy cselekvési tervet lehessen kidolgozni, először a tényeket kell látni. Jelenleg Európában, az Európai Unió 27 vagy 28 országában nem minden országban van az EBSZ által előírt standardok alapján ez az antiszemitizmus monitoring. Azzal, hogyha ezt elindítjuk, és ezt még kiegészítjük hogy további kutatásokkal, akkor kialakulhat egy olyan kép, amivel a zsidó közösség együttműködve a nemzeti kormányokkal és az Európai Unióval közösen tud azon gondolkodni, hogy mik azok az eszközök, amelyekkel valóban hatékonyan lehet európai szinten föllépni az antiszemitizmus ellen, nem csak a szólamok szintjén, hanem a gyakorlati cselekvés szintjén is. Én remélem, hogy erről is fogunk majd még beszélgetni, amikor ez aktuális lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, valamint követhetnek minket a Facebookon is. Élőlánc tiltakozás és indulatok. Mi áll az MTA és a kormány közt kirobbant vita hátterében? Szükség van-e az akadémiai kutatóhálózat finanszírozásának átalakítására? Erről vitáznak hétfő esti műsorunkban a meghívott akadémikusok. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!